A visegrádi országok, Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország elnökségét Magyarország 2017. júliusában vette át Lengyelországtól, és egy évig tölti be ezt a szerepet. A V4 elnökség parlamenti dimenziójának nyitó eseményére az európai ügyekkel foglalkozó bizottságok találkozójára Sárospatakon került sor. A közös tanácskozás házigazdája dr. Hörcsik Richárd az Országgyűlés Európai Ügyek Bizottságának elnöke, a Bowie Zemplén országgyűlési képviselője kiemelte, olyan két jelentős témakörben hoznak közös állásfoglalást, mint a nemzeti parlamentek uniós ügyekben történő szerepének megerősítése, illetve az Egyesült Királyság kilépésének várható hatása az Európai Unió működésére. Napjainkban az Európai Unióban úgy látjuk, hogy sokszor hiányzik a cselekvés egysége. Túl sok a szöveg, és kevés a cselekvés, és ezért ez úgy hiszem, hogy felértékel bennünket, a visegrádi országokat. Én úgy vélem, hogy a négy ország közötti együttműködés egy jól megalapozott, 2,5 évtizedes múltra tekint vissza. Tehát van mire építenünk. Mi a visegrádi négyek bízunk abban, hogy az Unió meg fog újulni, és ebben a folyamatban a visegrádiak együttesen hallatni fogják a hangukat, és ki fogják fejezni álláspontjukat. Dr. Kövér László, az országgyűlés elnöke rávilágított, a magyar elnökség jelmondata, miszerint a V4 összeköt, jól tükrözi a négy ország elképzeléseinek összehangolását. Európa és benne a mi térségünk sorsdöntő időket él át. Nem csak az dől el az előttünk álló néhány évben, hogy Európa, az Európai Unió képes lesz-e számottevős súlyát megőrizni a globális gazdasági és politikai folyamatok befolyásolásában, hanem az is, hogy néhány évtized múlva emlékeztet-e még arra a kultúrák sokszínűségén, ugyanakkor közös keresztény alapjain nyugvó civilizációra, aminek erejét köszönheti, vagy csupán egy földrajzi megjelölés marad, amely alatt egy biológiailag, demográfiailag elerőtlenedő, kultúráját, civilizációját, önazonosságát feladó, a bezöllő idegen tömegeknek alárendelődő, behódoló és lassan beóvadó populáció valaha volt otthonát, lakóhelyét érthetjük. Ezt követően Aross János Sárospatak polgármestere köszöntötte a jelenlévőket, majd a tanácskozás zárt ajtók mögött folytatódott.